Jobb félni, mint megijedni, akár ez is lehetett volna a mottója annak az árvízvédelmi beruházásnak, amely a Palát-Csécsei öblözetet érinti a felső Tisza vidékén. Tiszakúróttól egészen Magosligetig emelték meg a gátat, a fejlesztésektől pedig azt várják, hogy az említett szakasz a jövőben jóval kevésbé lesz kitéve az árvíz okozta problémáknak. Megvalósult körülbelül 22 km töltés fejlesztése, ebből 6,7 km a Batárba Balbati töltésen, a többi a Tisza Balbati töltés fejlesztés jelenti. Ez fontos, mert a nagy árvizekre készülve módosult a várható árvízszint, és fölötte legalább 1 méteres biztonsággal kellett építeni a töltéseket. Tehát ez jelentősebb, közel 1,5 méteres emelést jelent a korábbi szinthez képest. A töltésekben 5 zsilipet építettek át teljesen, Uszkán és Tiszabecsen a gátőrházak szorultak korszerűsítésre, míg utóbbi településen az árvízvédelmi központot is átalakították. A földmű rekonstrukciója mellett koronaburkolattal látták el a kiemelt szakaszt, aminek következtében akár végig is kerékpározható a felső Tisza vidékének ezen területe. 4 helyen volt folyószázasi mű rekonstrukciója, hiszen fontos a meder is rendben legyen, hiszen az árvizeknek a túlnyomó része a középvízi mederben folyik le. Itt elég mozgékony a Tisza, a medret is mozgatja, a partra is veszélyt jelenthet, tehát meg kellett erősíteni a elhasználódott védműveket, illetve kotrásra is sor került, ahol szükséges, hogy irányt mutassunk a Tiszának. Az osztályvezető hozzátette, a várható árvízszint változásával folyamatosan készenlétben kell lennie az illetékeseknek, de az említett fejlesztéseknek köszönhetően probléma esetén gyorsabban hozzá tudnak látni a védekezéshez.